Évek óta szervezitek ezeket az IT szolgáltatás menedzsment konferenciákat. Hányadik is ez a mai rendezvény? Ez a Informatikai Szolgáltatás Menedzsment Fórum magyar tagozatának 16. konferenciája. A 8. az azért szerepel így, mert az őszit a szemináriumnak hívjuk, a tavaszit pedig konferenciának. Hogy látod a hazai IT szolgáltatás menedzsment szektor fejlődését ezekben a nehéz években? Azt lehet látni, hogy mára az informatika, mint a szolgáltatási szektor világszerte legjelentősebb területe, az a gazdaság és ma már talán a magánemberek környezetében is nagyon jelentős része az értékteremtésnek, tehát függőek vagyunk. Gyakran az eredmények, a sikeresség függ attól, hogy milyen hatékonyan használjuk az informatikát saját céljaink, vállalati céljaink, kormányzati céljaink elérése érdekében. Ez a fórum a konferenciáival tulajdonképpen a tapasztalatokat szeretné megosztani, felhívni a figyelmet annak fontosságára, hogy főleg most, amikor az értékteremtéshez az erőforrásokban elég szűkös a helyzet, a képességek fejlesztésére helyeződik át a hangsúly. Ennek egy érdekes mutatószám, amit a megnyitó mondatokban említettem, hogy a válság óta évi 100 000-ről 250 000-re nőtt ebben a témában az alapdiplomák száma nemzetközi viszonylatban. Mi a mai eseménynek a fő mondani valója? Amióta a válság elkezdődött, igyekszünk mindig nemzetközi szintű, nagyon hasznos és a hallgatóság számára sok hasznot jelentő előadókat is meghívni. Lehet látni, hogy mi az, amire fókuszálnunk kell ahhoz, hogy ezeket az egyébként sikeres bevált gyakorlatokat megpróbáljuk sikeresen ajánlani. Ugyanis hiába van egy nagyon sikeres gyakorlat, ha senki nem akarja azt használni. Hiába van jó magyar egészségügy, ha az emberek nem akarnak egészségesek lenni, ha az egészségügy nem arra koncentrál, hogy sokkal kevesebb beteg legyen, és ezáltal legyen kevesebb a költsége, hanem a formai dolgokra. Ez a fajta képesség, vagy mondjuk azt, hogy üzleti fókuszú, céltudatos viselkedés minden szolgáltatási szektor számára nagy lehetőségeket rejt. Ugyanakkor a kultúraváltás iránti ellenállás, ami bennünk van, az nehezíti ezt a helyzetet. Hogy látod, a hazai államigazgatás mennyire tudja befogadni a bevált gyakorlatait az IT-nek? Azt lehet látni, hogy a valóság rákényszerít bizonyos lépésekre. 2 évvel ezelőtt az infóhajón egy kicsit meglepetés, kellemes meglepetés volt, hogy a szóhasználatban szolgáltató állam és így tovább megjelentek a szolgáltatásmenedzsment dolgai. Az egy másik kérdés, hogy a gyakorlatban nagyon gyakran azzal találkozunk, hogy formálisan próbáljuk ezeket végezni, és nem a lényegre koncentrálunk. A mai megnyitó előadáson éppen arról volt szó, hogy nem az a kérdés, hogy mi egy súlyos problémát megoldjunk, hanem az, hogy lehetőleg a negatív hatásokat szüntessük meg, és hogyha ezt egy megkerülő megoldással meg lehet oldani, akkor a probléma tulajdonképpen elveszti a magas prioritását. Magyarul használjuk a józanészt, nézzük a lényeget, és ezzel önmagában siker lehet elérni. A ITSMF magyar tagjai ezeken az előadásokon kívül milyen előnyöket élvezhetnének még? Miért javaslott, hogy legyen valaki az egyesület tagja? Hát erre furcsa módon én nem tudok pozitív választ adni. Ugyanis az összegyűjtött ismereteket mi nem kötjük pénzhez. Ide egyedül az 50-valány ország konferencia szervezéséből egyedül nálunk jön bárki ingyen is akar. Az igazi haszon az lenne, hogyha a közösség összedobná a tudását, és sokkal hatékonyabban venni át egymás tapasztalatait. Tehát nem a fórumtól, hanem a
a közös munkától lehet eredményt elérni. Az új 2011-es ITIL kiadványban ki van hangsúlyozva, hogy ez az egész disziplína, mint egy sikeres, bevált gyakorlat modellje, amit ugye mindenkinek testre kell szabni, alapjában véve két dologból áll. Szakosodás, specializáció és együttműködés, koordináció. Világhíres foci csapatunk semmire nem megy akkor, ha az egyes játékosok nem veszik figyelembe az edző utasítását, nem passzolnak és nem működnek egymással. Tehát a meglévő tudásunkat Magyarországon itt sokkal inkább egymás támogatása érdekében össze kellene venni. Nagyon sok sikeres, jó gyakorlat van, amelyből a többiek tanulhatnának, és rögtön egy magasabb szintről lehetne előrelépni. Egyébként szívesen várnánk, ha már arról beszélünk gyakran, ugye, hogy a kultúra fejlődését is kell támogatni, hogy igenis több támogató legyen, aki ezt komolyan gondolja, mert vannak emberek, akik egy kis cégként komolyan támogatják az informatikát, viszont a támogatók között egyetlen bank sincs, vagy például a magyar olajipar, a MOL költség csökkentésében 3 évvel ezelőtt ez volt az első, amit kihúztak. Miközben magánemberek többet tudnak tenni, és ha megnézzük ennek az egésznek a hasznosságát, akkor gyakorlatilag a semmiből egy nagy hasznot hoztunk létre, tehát szerintem követendő lenne a példa. You're giving 2 presentations today. Could you summarize the main message of your speak? Yeah, the first one is on problem management. It's a process that most organizations struggle to implement. I've said that you need to start small, you need to work on the critical issues and problems that you have, and you need to focus on developing workarounds, effective workarounds, before getting to spend a lot of time doing root cause analysis and getting to the bottom of problems. So that's the first one. The second one is about enhancing service value. How do you enhance the value of services that you deliver to the customers? Because for a lot of organizations, they can't measure service value. So that's obviously the starting point, is agreeing what is service value with your business and customers. Then it's measurement, and then once you understand that, then you can actually start to use the value network of suppliers and yourself to increase the value of service that you deliver to your customers and business. And that's the second. So you say that if we cannot measure the value, we cannot find the drivers, and we cannot make the value improve. You can, but you can't prove that you've done it. And that's the important thing, that you need to be able to prove you've increased the value that you've delivered to your customers and your business. Because if you can't prove that you're delivering value and you're increasing value, then you won't get more support to carry on doing what you're doing. And that's very, very important, the justification of future improvement. What's the message of your presentation for today? Last year, I published a book, which was about how to select and implement the various tools that we use to support IT service management. And what I'd like to do is to take a part of that book where I talk about the architectural aspects of IT service management tools and demonstrate how you can use that to support an optimal way of selecting and managing your tools throughout their life cycle. What would you be your message about your book to Hungarian CIOs? How to start reading your book? Well, the basic message is, any management discipline, whether you're talking about service management or whatever it is based upon 4 legs: people, processes, partners, and products. We put a lot of effort into developing processes and to helping people do a better job with processes. We've also done some effort in helping to optimize organizations and defining skills and responsibilities for people. I think from the product side, from the technology side, we haven't put very much effort at all into rationalizing
how we choose and how we implement our IT service management tools. And since this is one of the major legs that supports service management, I think we need to build up our capabilities in that area. And I think the architectural foundation for choosing tools is a very important way of doing that. So it's all about managing a business. In this case, the business is IT, and doing the best job of it.